Ideiglenes otthonában Sopronban fogadta a Haladás a Vasas együttesét a 29. fordulóban, és most azt láthatjuk, ahogy Christian Müller gondol egy melészet, és a 37. percben megszerzi a Vasasnak a vezetést 40 méterről. Fantasztikus gól Christian Müllertől. Eddig nem arról volt híres a német játékos, hogy villogott volna a meccseken, most azonban a forduló talán legszebb gólját jegyzi. Aztán a második fél időben a Haladás is magára talált, német helyzetben kiegyenlít a Haladás. Alig több mint 55 percet kellett rá várni, de megérte a szombathelyi szurkolóknak. Jó a kiugratás Williamstől, német pedig zicserben nem hibázik. Hermann jött ki a kapujából, de tehetetlen volt. Még egyszer láthatjuk jobb belsővel a hosszú sarokba. Aztán ha 63. percben megint csak jönnek a szombathelyiek, ez is egy jó labda. Gál pedig megszerzi a vezetést. Immár a szombathelyi szurkolók örülhetnek, és a játékosok is természetesen. Nagyon jó a kiugratás. Talán egy vonalból indult Gál, Hermann pedig hiába repül, nem tudott belekapni a labdába, így győz a szombathely.